Amielőtt előöltöd magad, én ezt azért még felszedném. Ó, oh, Kin Cold Blood. 11-es. Biztos szemed szúrt neked, hogy kiszúrtam a szemed majdnem. Húbazd meg. Nourishing them blood gem. Ez se hangzik rosszul. Hú, csessze meg ez. De megszerettem így ezt a helyet ezektől. Alig volt náluk Blood Echo, aztán most meg megint 53 000. Jó van. Ami engem most itt igazán érdekel, az viszont ez a liftes faszom lenne. Mert konkrétan akkor tudunk úgy jönni, igaz, hogy fölösleges, hogy a legalsó... Várjunk csak, itt ki lehet valahol ugrani. Jó, majd ki is fogok mindjárt, csak nem tudom, hogy ahol vannak azok az éneklős gecik, megéri-e kockáztatni 53 000 Blood Echo-t. Mondjuk igazából csak arra kell figyelni, hogy ne kapjanak el, mert akkor megöljük őket, jó, lemegy a HP-n kétharmad. Ha egyszerre mondjuk kettő ránk jön, az szopás, azt köznyelven is úgy fogják nevezni. Na mindegy. Megnyitottuk ezt a szart. Isten irgalmazzon nekem, basszus, mire vetemedek itt. Basz meg! Ez ilyenre néz. Még nem vett észre. András sunyul. Inflicted organ. Inflicted organa. Ó! Oh! Igen. Ezekkel sajnos így lehet csak elbánni. Ez olyan hosszú nevű gem volt, hogy igazából szar nem lehet. Világi egyszerű a logikám, nem? Bocsássatok meg, de full HP-re megyek. Lehet, hogy Blood Veil-lel szarul fogok állni, de... Aki ezt a részt kihagyja, ne kerüljön a szemem elé. Kockáztatunk, bazd meg, de... Na igen. Attól féltem, hogy kettő. Kettővel viszont... Nem tudom. Jó sok Blood Echo-t adtak viszont, tehát őket viszont farmolása nem. Gyere testvérem! Bazd meg! Jaj! Igen. Elég, ha csak egyszer ránk néz, akkor tuti biztos, hogy frenzisek leszünk. Én is elkezdjem? Igen. Na mindegy, valahogy akkor is túljutok ezeken, geci. Nem érdekel. Túljutok ezeken és kész. Bazeg, mi a tökömet őrizhetnek ezek itt? De biztos, hogy valami... Uah. Jó cucc lehet. Amiért megéri kockáztatni. Meg még csak 23 percnél tartok, srácok, tehát... Na, igen.
bassz meg. Ne énekeljetek már, geci, mert rátok fingok. Pont a szemetek közé fingok, az nem biztos, hogy jól este nektek. King Cold Blood 11-es és két darab belőle. Jó, a Nazgulokat most igazából leszarjuk. Hogyha mellé ugrok, akkor meg is érdemlem, hogy elvesztem ezt a sok szart. De nem fogok. Bár igen, akkor megérdemlem. Hopp! Parás teremtmények ezek. Kár, hogy izén keresztül nem lehet lokkolni. Négyből meghalnak, jó. A Cursed Gemstone-oknak viszont van egy kis negatívuma. Mindegyiknek. Tehát várjunk csak. Ezek ellen a túlzott óvatoskodás nem jó. Hogyha túlzottan berohanok, és nála van, bazd meg. Ez az érzés, amit most bennem kering, az... Tempering Blow, miket kapok? Ez most leírhatatlan, gyerekek, be vagyok szarva. Egyrészt. Másrészt viszont extázis. Programozott extázis. Mi? Mit ti is? Geci? Nope. Damn bullshit always happens. E szarom. Kurva anyád. Új az meg... Mondom... Mi a... Telibe fingot... Majd ne fejezem be ezt a mondatot. Remélem ilyen... agyas gecik... nem lesznek. Ha igen, akkor... menjünk fullra. Gyerekek, menjünk fullra. Mi a tököm lehet itt? Hát a boss az tuti nem erre lesz. Ó, ott egy lift. Ez meg ott egy lift. Édes faszom. És még ott is ott a zsuga, ott vár ránk, hogy... Szószos. Unchain my heart. Azaz takarodjál csak le, ez az a köcsög, ami nézett minket. Súgy! Ezt megöltük a faszba, és akkor oda most le kell majd mennünk szerintem. És bezsebelni a cuccot, amit kapunk érte. Aj ne! Vár! De? Valaki tudja, hogy ezeket hogy hívják, ezeket a kellően undorító ocsmány retek faszú köcsök kurva teremtményeket? Lenne egy pár ötletem, de az... most felejtős. Ne nézzél már te román, hanem kelljél át azon a kurva pallón. Jó, akkor majd én átkelek, bazd meg. Süti, azt hiszem, ezt a régiót pont kihagyta. Mondjuk meg tudom érteni, hogy miért, de... azzal együtt nem is. Hát, baszd meg, annyi jó cuccot találunk itt, te jó kenyér. Vagy hihetetlen. Na most szar lenne a stickem, akkor tuti nem tudnék átmenni egyenesbe. És még itt is lesznek. Tuti, van egy olyan érzésem, baszd meg, hogy még itt is lesznek.
Ebből viszont visszamegyek és megváltom a világot. Komolyan. Nem csak szinten lépek, megváltom a világot a faszba. Kukucs. Repet sarkú retkek. Bossza meg a... Hú, miket találunk itt. Ez ugye, vágjátok, hogy ez már kapásból 15 insight, amit felszedtünk. 20 insight. Jó van. Most már csak... Temp, Blood Tinge Gem. Találunk itt mindent. Lehet válogatni, hogy kinek mi felel meg. A Blood Tinge az nekem most mondjuk kevésbé, mert... A másik karakterrel viszont egy... Hú, szerintem kurva jó lesz. Skill Blood Tinge. Chicago lesz a főfegyú. Ah, és ide kellett a kulcs. Viszont, hogy miért? Azt nem tudom. Ne csesszetek ki velem, hogy ide csak ezért. Visszajutottunk ez a fogyatékos Mikoláshoz. Az lehetetlen, hogy itt még valaminek lennie kell, bazd meg. Miket őriztek még itt ezek a faszok? Valahol volt ott egy liftakna is, ugye? Azt a korlátos szartot meg kéne nézni, gyerekek, ott... Mintha le lehetett volna esni, mondjuk én nem akartam, de... Faszomat. Ami nem ész... Nem ezt, nem erre... Hanem vissza egy kicsit. Nem is azt... Erről beszéltem én itt. Ahol konkrétan azt az agyösszemes... Nem is akarom kimondani, hogy mit leengedtük, mert most ebédeltem, na. Ez az! Végre van Blood Rockom is. Ez az első, amit úgy találtunk, úgy... Lehetséges. Ide viszont a semmibe nem akarok beleugrani. Gondolom megértitek. Márpedig lehet bele kell. Vagy nem kell? Nem muszáj fogyatékosoknak lennünk? Találjatok már! Lehet majd leugrunk, de semmiképpen nem ennyi... Ennyi Blood Echo-val. És nem is kell átverekednem magam az agyas köcsögökön, mert nyitottunk egy shortcutot. Jó, oda még leugrok, mert azt a szart, amit ott leengedtünk, azt remélem még szét lehet csépelni a picsába. Én őszintén bízok benne. Még egyszer meg kellett löknöd. Így igaz? Fiam, teljesen egyetértek. Menjünk vissza a burzsba. Zélni, mondjátok már. Szintet lépni. Kimaxolni a kardot, és nézzük ezeket az új Blood Gemeket. Halál alvilág. Ja, és még lőjük el a Cold Bloodokat is, amik nálunk vannak. A 10-es adott 8000-et, akkor a 11-es... 10000-et, azt a faszom. És elülünk. That's inside. 37, és. Skill. Ja igen, mivel BB scale van, ezért... lehet majd a skill-en is húzok egy kicsit, vagy Blood Tinge-re is pakoljunk. 61-83... Nem. 40-40 a cél, és akkor majd utána esetleg jó, tehát... Egy fontossági sorrend azért legyen meg megint. Ezeket az új Blood Gemeket viszont... Hú, te jó kenyér! Először is.
és rajta is. Weapon Master. Rajta is húzunk egyet. És akkor most nézzük a Blood Gem-eket, tehát Tempering Damp Blood Gem. Volt ott egy sokkal komolyabb, srácok, egy sokkal komolyabb. Nem ezek az addok. Murky Sharp, nem. Dirty Damp Blood. Keen Hunter. Ja igen, a NPC-k végén, tehát ugye a rokon, ugye a hozzánk hasonló emberek ellen. Hoppá! Physical Attack. 18. A temperingen mit tud? Ez egy az egybe ugyanaz, srácok. Egy az egybe ugyanaz. Blood Attack. Arcane Attack. Várjunk csak. Cursed. Minusz, igen, a Cursed gemeknek ugye mindig van valami negatívuma, tehát szörnyek ellen itt például 9,3%-kal kevesebbet sebzünk, a Charge Attack, tehát a rohanásból támadás, az pedig 26,4-jel több. Ennek is. A szúró támadás 22,8-al több, viszont ugye a Durability csökken 54-jel. Én azt mondom nektek, hogy ezt a Temperinget, ezt a 18-at, ezt kicseréljük. Erre, igen. .352, igen. Nem lenne rossz. A Blood Tinge-eset azt a pisztolyba rakjuk. Ez is, hogy ennyit szarakodok, de mondom, azért mérlegelni kell a dolgokat. Tehát ott van, megint plusz 30-at tudtunk húzni a kibaszott fegyón. Csodás. Hunter's Pistol. Blood Attack up 12.6. 21.6. Blood Tint Scaling. Kezdjük el húzni a pisztolyt is szerintem. Mivel hát Evelynt azt nem biztos, hogy most fogom használni, sőt lehet nem is ezzel a karakterrel. Inkább úgy vagyok vele, hogy nem, húzzuk ezt. És most nem tudom, hogy kijött-e belőle még egy Blood Gem Fortification. Nem. Még csak egy van. Na mindegy, 12.6. Jó, akkor basszassuk át 21.6-ra. Jó, így szerintem most jók vagyunk. Egyelőre. A maradékból meg vegyük Blood Vial-t. És akkor a következő részben folytatjuk tovább. Még megnézem ott azt az agyas szart, hogy azért le lehet-e menni. Le lehet, akkor nagyon faszák vagyunk, meg minden. Aztán pedig itt szerintem még egy boss lesz. Addig is, akkor most tartok megint egy szünetet.